Róma egy picike kis város, nőtt, egész földközi tengerpartvidékét elfoglalták, Egyiptomot, Afrikát, Európát, Ázsiát, Angliát, és hogyha valaki őket háborgatni merte, akkor mindig sajnáltatták magunkat, hogy bebetörtek az országunkba. Hát miért ti mit csináltatok? Ti nem bebetörtetek, hanem legyilkoltatok mindenkit, és elfoglaltátok az egész területet. Britániai félsziget felét elfoglalták, és csak fönt maradtak ugye az északi részén őskelták, Skóciába és Írországba. A keltákat Szent György vezette be Európába, mai Magyarország területén, Dobogókő területén a Jóisten hatalmas arany és ezüstbányákkal ajándékozta meg a keltákat, rengeteg kincsel, arannyal mentek tovább, mai Dél-Lengyelországba, mai Franciaország területére, Spanyolország, mai Portugália területére, és a britániai félszigetre, de nem csak a britániai félszigetre, hanem Szent György vezetésével átkeltek a mai Írországba is. Hogy hívják a mai napig ezt a csatornát? Szent György csatorna. Így van. Kelt a tenger és a Szent György csatorna, ahol Szent György átvezette a csapatokat. Történelmi adatok, hogy 446-ban a rómaiak kivonulnak Angliából. Van még itt egy adat, ami hol 445, hol 446, ez pedig nem más, mint Buda halála. Valamennyien hallottátok, hogy Attilának a testvérét Buda névvel illetik, és elmondják, hogy 445-446-ban meghal. Ennyi van minden feljegyzésben Budáról. Képzeljétek el egy piszkos rétort, mint egy jó orrú kopókutya, amikor bekerül Attila udvarába. Még azt is tudja, mikor áll föl Attila, hogy mit eszik, hogy mit iszik, hogy nyúl a poharához, hogy milyen ruha van, mindent tud. Mindenkiről tud mindent, mindent följegyez, mint egy ügynök. Budáról semmi más nem írnak le, csak hogy van egy testvér, és ekkor meghal. És hogyha láttatok már Attiláról szóló filmet, vagy filmeket, miről szólnak ezek a filmek? Az egyik fő vonala, hogy Attila megöli Budát. De honnan veszik? Amikor erre utaló jel sincs. Tehát egy fél hang sincs, egy vessző sincs, még arról sincs szó, hogy jóba vannak, vagy rosszba vannak. Egyébként, ha megvizsgáljuk a magyar múltat, ott találunk egy Hunort, meg egy Magort, az két egytestvér, Minrót fia, és szeretik egymást. De ha megvizsgáljuk az Ótestamentumba Káint és Ábelt, mi történik Ábellal? Megöli Káin, a nagyobbik fiú, megöli, mert csak úgy látja az előre haladását. Vagy keressünk a római mitológiából két ilyen testvért, nem nehéz. Romulus és Rémus. Mi történik Rémusszal? Romulus megöli. Mert a nagyobbik fiú csak úgy tudja az előre haladását elképzelni, ha megöli a kisebbiket. Na most, aki római ésszel gondolkodik, vagy judeai ésszel gondolkodik, úgy gondolja, hogy én itt is egy testvérpár, hogy halhat meg az egyik, hát ha megölte a másik. Eszébe nem jut olyan, hogy ők természetes halállal hal meg. Amikor látjátok a filmeket, vagy olvassátok a könyveket, hogy Attila megölte Budát, el ne higgyétek, mert erre utaló jel sincs. Csak az észjárás, aki ezt keresi, kutatja, így gondolja. De nem írja oda, hogy ezt én így gondolom. Nektek már úgy mondja el, mintha úgy is lenne. És az icike-picike mind megeszi. Priscos találkozik egy görög kereskedővel, aki hun fogságba esik, és ezzel a göröggel elbeszélget egy kicsikét, hogy milyen a hunok között élni. Fogságba esik, aztán ott marad, ott éli az életét. És milyen a rómaiak között élni, mert ez a görög ember élt a rómaiak között is, meg a hunok között is. Ez a görög kereskedő a következőt mondja. Háború után nyugalomban élnek a hunok. Mindenki élvezi, amije van,
és nincs terhére a másiknak. Háború után a hunok békében, nyugalomba élnek, mindenki élvezi az életet, és nincs terhére a másikra. Itt hagyd mondjam el nektek, hogy Árpád-házi királyainknál is, még az első királyoknál, akiket szintén úgy neveztek, hogy szkíták, hiszen kik a hunok? Hát a szkíták utódjai. Árpád-házi királyainkat, István királyt, László királyt, még Mátyás királyt is hogy emlegetik a krónikák? A szkíta. Leírják, hogy ezek az emberek területeket kaptak, boldogan éltek állataikkal, földeiket művelgették, erdőik voltak. Mindenki érte boldogan az életét. A nemes urak és a királyok megkapták a legjobb erdőket, a legjobb ménesük volt, a legjobb bányáik voltak. De ilyet, hogy a szegény ember tartsa el a gazdagot, ilyet nem is ismertek. Nem volt ilyen, hogy adót fizetnek az emberek. Boldogan éltek. Nem háborgatták egymást. Boldogan éltek. Bezzeg a rómaiak, mondja ez a görög kereskedő. Bezzeg a rómaiak. Háborúra kész veszedelem, mert gyáva tábornokok alatt kell szolgálniuk, békében túl szigorú adóztatás keseríti sorsukat, valamint a korrupt jogrendszer, amely csak azoknak szolgál igazságot, akik képesek megvesztegetni a megfelelő illetékeseket. Akik képesek megvesztegetni a megfelelő illetékeseket. 445-ben vagyunk. Lássuk! Bezzeg a rómaiak! A háború kész veszedelem, mert gyáva tábornokok alatt kell szolgálniuk. Jó nekik a háborúba? Nem. A római embernek a háborúban sem jó. Legelső, aki elfut, a parancsnok. A katonák meg vívják meg az ütközetet. Egyébként nagyon sok zsoldost és nagyon sok olyan katonát foglalkoztattak, akik valahol rabjaik lettek, és elvitték a birodalmuk másik felébe, ahol már katonáiként kezelték őket. De nagyon gyávák voltak a tábornokaik. Olyan ember mondja el, aki ott élt. Békében ezeket a katonákat, ezeket az embereket kőkeményen megadóztatják a rómaiak. Nem úgy, mint a hunok, akik békén hagyják az embereiket. Korrupt a jogrendszerük. Hogy hívják ezt a jogrendszert? Úgy hívják, hogy római jog. Ugye ma már nincs ilyen. És csak azoknak szolgál igazságot, akik képesek megvesztegetni a megfelelő illetékeseket. Most itt azért a jogrendszernél hagyd mondjak még el nektek egy apró dolgot, amit illik tudni. Régen ne úgy képzeljétek el, hogy mindenhol voltak bíróságok. Kik állították ki a hivatalos papírokat? Kik intézték a földügyeket, a házassági dolgokat, a vitákat? Hát a papok, a templomok. Egy-egy kis jogintézmény voltak, akiknek jogában állt igazságot tenni. Mit gondoltok? Miből szerezték a mérhetetlen vagyonukat? Hát abból, hogy többek közt igazságot szolgáltattak. Annak, aki jól megfizette őket. Mondják Attiláról, hogy előtte egyetlen barbár sem vezetett ekkora hadakat. Most figyeljétek ezt a szót. Ezek hivatalos mondatok. Előtte egyetlen barbár sem vezetett ekkora hadakat. Miért? Attila barbár? Hát ki a barbár? Hát a gótok a barbárok. Kik a vandálok? Hát a germánok. Na most miért mondják akkor azt, hogy előtte egyetlen barbár sem vezetett. Attila nem barbár, Attila a király fia, a maja király fia. Mondják azt is, hogy többen megjegyezték, addig úgy sem nyugszik, míg a világ hatalma alá nem kerül. Legközelebb Perzsia ellen fordítja hadait. Pontosan tudták, hogy már adófizetője volt Bizánc, adófizetője volt Róma, felszabadította,
Spanyolország, a mai Spanyolország Hispánira területét, Franciaország területét, ugye a frank birodalmat, felszabadította Angliát, Írországot, Skóciát, Európát, és tudták, hogy ki lesz a következő, Perzsia, mert az egész világ kell neki. Hát Kínát legyőzte, Ázsiát felszabadította, Amerika meg az övék volt. Lássuk a római hangadók, hogy beszélnek a hunokról. Formátlanok, inkább kétlábú állatok. Nem csak beszélnek, készítenek festményt, képeket is. Nézzétek meg, milyen alaknak ábrázolják a hunokat. Kutyafejjel, szarval ábrázolják. Ez is egy Attila ábrázolás. A kutyafáját neki. Ugye a kutyafejű nagyúr. Nekem elmesélték még a nagyszüleim, hogy amikor jöttek az oroszok második világháborúba, tehát 1900-as évek, elmondták a németek, hogy az oroszoknak patája van, farka, szarva. Féltek, hogy hogy ugyanazt rebesgették, mint valamikor, amit Attiláról is mondtak, és az emberek elhitték, mert a propagandisták bedobták ezt a köztudatba. Úgy meglepődtek, amikor jöttek az oroszok, az ugyanolyan kezes lábasok voltak, mint fejük volt, lábuk volt, kezük volt. Nézték, hogy tényleg ezek? Mást vártak az emberek. Most képzeljétek el Attila, aki egy maja király fia, aki egy géniusz, aki a szkítáknak a királya. A szkíták a kor legmagasabb intelligenciájával rendelkező emberek. Olyan ruházatuk, olyan ékszereik, olyan kultúrájuk volt, amit a mai napig nem közelítettünk még meg. És hogy mondják? Formátlan, inkább kétlábú állatok. Fejük helyett valami torzomborc gombócot viselnek. Így írják le a bizánciak meg a rómaiak a hunokat. Két szemük apró pont csupán. Boszorkány méhéből kitépve jöttek a világra. Legriasztóbb bennük elsöprő harcmodoruk. Nagyon csúnyán tudnak elsöpörni harcmodorral. Lóhátról lőnek villámgyors nyilaikkal. Mintha hozzá lettek volna nőve a lovaikhoz. Magyarul tudtak lovagolni. Most tudni kell, hogy azért a középkorba, majd bárhová fogtok nyúlni írományokba, egyszerűen nincs lova az embereknek. Az, hogy valakinek lova van, az egy nagyon komoly méltóságot jelent. Magyarországon az utolsó parasztnak is van minimum 20 lova. A csatában a legjobb lovaikon mennek, 4-5 vezeték lóval, és akkor naponta váltják a lovakat, a hunok. Na de hát akinek egy van, vagy akinek egy sincs, az mit vált? Leírják, hogy mindig megpróbálták a hunoknak a harcmodorát, lovagló tudását lemásolni, és volt úgy, hogy szereztek is lovakat, egyébként mindig csak ménekkel és herétekkel mentek csatába a hunok, hogy nehogy kanca kerüljön az ellenség kezébe, tehát csak méneket és herélt lovakat vittek magukkal. Napi 80 kilométert lovagolt a csapat, de a fürkészek 100-120 kilométert lovagoltak. Most ezt megpróbálták a rómaiak is, meg megpróbálták a bizánciak is, meg megpróbálták a longobárdok is, meg a szászok is, és bizony 20-30 kilométertől nem tudtak többet lovagolni. És tudjátok, hogy miért nem? Mert a katonáknak feltörte a fenekét a ló, vagy a nyereg. A hunoknak miért nem törte föl? Azért, mert olyan fehér neműik voltak, olyan sejem fehér neműik voltak, amiben nyugodtan lovagolhattak 80-100 kilométert naponta, nem törte fel őket a ló. Egy kis apróságot mondtam, meg mennyi mindent tudtak még. Gyerekkoruktól igen, a lóval nőttek föl, együtt mozogtak a lovakkal, szinte elválaszthatatlanok voltak a lovuktól. Anonymus szerint lóháton ettek, Anonymus, nagyon nagy huncut, lóháton ettek, örök mozgásban
nem bajlódtak a főzéssel, ott ettek, ott tárgyaltak, ott szeretkeztek, oda csapták a nyersust a lovak hátára, és rá a nyerget, hogy kissé felmelegítsék előtte az ételt. Attillát Isten részeges, gőgös ellenségének mutatják be az ortodox beszámolók. Isten részeges, gőgös ellenségének. Itt megint egy apró dolgot hagyd mondjak el. Sokan azt mondják, hogy Attila pogány volt. Nézzük meg, hogy a római katolikus egyház kit nevez pogánynak. Pogány az, aki nem római katolikus, de úgy is mondják, hogy a pogány vidéki hitvallás. Ez a hivatalos megjelölése. Mit gondoltok? A pogány az istentudó vagy istentagadó? Mélységesen istentudó. Mélységesen a kőben, a világban, a felhőbe, a napba, a lóba, a terménybe, a kenyérbe, az emberbe, mindenhol az Istent látja. Minden rezdülésbe az Isten tudja. Igen, ám csak Róma mit követel? Hogy a római egyházba imádják az Istent. És hát Attila azért nem arról volt híres, aki a római katolikus egyházba imádta volna az Istent, hanem hogy imádta? Közvetlenül. Neki nem volt szüksége arra, hogy valaki és Isten közé álljon, és majd valakinek ő elmondja a kérését, és az a valaki továbbadja az Istennek, hanem ha valamit meg akart beszélni a jó Istennel, megbeszélte. Hogyan? Hogyan tud egy ember a szellemvilággal beszélni, ha médium? És mit gondoltok? Attila rendelkezette médiumitással, tudott-e közvetlenül beszélni a szellemvilággal? Hát biztos, és hogy egész biztosak legyünk benne, majd mutatok erről nektek képeket, freskókat, ahol pontosan fogjátok látni, hogy még a római pápa se látja a szellemvilágot, meg nem tud vele beszélni, de Attila igen. És tudják ezt Attiláról az emberei és az ellenségei? Pontosan tudják. Nem csak azt tudják, hogy az Isten fia, azt is tudja, hogy ő a szellemvilággal kommunikálni tud. Attilát Isten részeges, gőgös ellenségének mutatja be az ortodox egyház. Emlékeztek aranyszájú Szent Jánosra? Mit tanultunk tőle a múltkor? Aranyszájú Szent János Konstantinápolyban ezzel a romlottsággal korholta az ottaniakat folyamatosan, hogy részegesek, esznek, isznak, ahelyett, hogy a szellemiséggel foglalkoznak, a testiségüknek adnak meg mindent. Mivel vádolják az ortodoxok Attilát? Azzal, amiket ők kaptak saját papjuktól. És ők ezt tovább passzolják. Azért jegyezzünk meg minden szót, hogy mit mondanak, mert mindjárt szembeállítjuk azzal, amit majd Attiláról ír egy olyan ember, aki az udvarába volt, és látta, és leírja Attilát. És összeállítjuk ezt a két véleményt, hogy mit mondanak a propagandisták, és mit mond egy olyan ember, aki tényleg az udvarába volt. Nézzük meg ezekből a gondolatokból, mi az igazság, és mi a politikai célzatosság. Azt mondják, Attila és a hunok lóháton esznek, isznak, szeretkeznek, ott élnek, ott tárgyalnak, le se szállnak a lovaikról. Lenne egy tiszteletteljes kérdésem, hogy mutatják be Attilát, hogy hol hal meg? Nászágyba, csak leszállt. Tehát értitek? Most megjegyzem, nem nászágyba halt meg, majd azt a előadás végén ki fog derülni, hogy. Csak most kérdezem, hogy bemutatják, hogy nászágyba hal meg, előtte meg elmondják, hogy lovon szeretkeznek a hunok. Akkor most ez hogy van?
Pontosan tudják, hogy a kultúra az agrárkultúrából indul ki. Pontosan tudják a korabeli emberek. Azt mondják ekkor a rómaiak. A hunoknál senki sem szánt, nincs állandó lakhelyük, törvényük, se szokásuk. Hát római joguk az nincs, az biztos. Mert náluk nem a törvény diktál, hanem micsoda? Az igazság. Mi a jogszabály? Az uralkodó osztály érdekeit szolgáló jogszabályok összessége. Na de hol van ebbe az ember? Az uralkodó osztály érdekeit szolgáló jogszabályok összessége, nem az egyéneknek a érdekeit szolgáló jogszabályok összessége. Attilánál milyen jog volt? Igazság joga volt. Erre reírják, hogy nincsenek törvényeik. Hát nem írott törvényeik voltak, hanem valamilyen egész más törvényeik. Olyan törvényeik voltak, hogy az emberek nyugalomba, békességbe, boldogságba tudtak élni. Azt mondja, nincs állandó lakhelyük. Jegyezzük meg ezt a szót. Nincs állandó lakhelyük. Mert majd oda kerülünk, hogy hogy él Attila az udvarába, és az embereinek olyan kőházaik vannak, hogy saját melegvízű kőfürdőik vannak a házuk udvarán. Hát akkor milyen van Attilának, ha egy-egy emberének ilyen vendégháza van? Vigillas, ez egy bizánci követ, a következőt mondja. Micsoda nevetséges, közönséges embert egy Istenhez hasonlítani? Mondja ezt Attiláról. Micsoda nevetséges dolog ez. Theodosius, az Isten, mondta Vigillas, a bizánci követ. Ki volt neki az Isten? Hát az ő császára. Az igen. Theodosius, az Isten, mert az az ő császára. Meghívták a gót királyt a bizánci császár udvarába, megtekinthette a bizánci császárnak a katonáit, a hadseregét, és Atharik, a gótok királya a következőt mondja. Nagy Theodosius kétségtelen, hogy a császár földi Isten. Na most mivel egyszer a gót király így szólt, ezt rögtön leírják a történelembe, hogy a gót király ezt mondta, hogy kétségtelen, hogy a görögök császára az földi Isten. Miért? Mert nagy hadserege van. Attila származását nem nagyon firtatják egyébként a leírásokba. Nagyon sokat írnak Ruáról és Oktáról 430-ig, aki a hunoknak a két nagy vezére volt. És hát néha megjegyzik, hogy Manzuk vagy Bendegúznak a fia, Attila meg Buda. De hát ez egy nagyon kedves kis csúsztatás a történelembe, hiszen pontosan tudjuk a kínai feljegyzésekből, hogy Attila a föld túlsó feléről érkezett ide Európába, egész pontosan Dél-Amerikából, és pontosan tudjuk, hogy a maja király volt, az akkori maja király volt az édes testvére, és az előző maja király volt az édes apja Attilának. Hát néhány gondolatot olvastam föl, hogy miket írtak Attiláról, hogy néz ki, mit csinál, hogy lovon eszik, lovon iszik. És lássuk, hogy Attila udvarát 435-ben hogyan írja le Piszkosz, 435 és 453 között valamikor leírja Piszkosz, egész pontosan 449-ben járt Attila udvarába, 453-ban ölik meg Attilát. Amikor Attilát megölik, majd Piszkosz rétor kereskedőktől hall arról, hogy Attila meghalt, ott sincs, és ő úgy kitalálja, hogy vajon hogy halhatott meg Attila. Tényleg járt az udvarába, de mikor? 449-ben. Lássuk, hogy írja le Piszkosz rétor Attila udvarát. A csarnok közepén egy hatalmas, baldahinos ágy van.
fehér patyolatból szőtt baldahinnal. Fejedelmi ebédlőcsarnok látszólag egyben a hálóterem is volt. Tehát van egy hatalmas baldahinos ágy hátul, egy fejedelmi székkel előtte, és előtte egy hatalmas fogadóterem. Pohárnokok nyújtják át a kelyheket a követeknek. Helyekre is kísérik őket. Minden követet a helyükre kísér egy-egy pohárnok. A székek két oldalt a falnál álltak. Attila egy kereveten ült az ágy előtt. A díszülés Attila jobbján volt. Ott ült Onegésziosz, és mellette a fejedelem két fia. Onegésziosz Attila első embere. Házához római fürdő is tartozott. Ezt a fürdőt egy pannon hadifogoly építette. Szirmiumból való. A kőfürdő az ő alkotása volt. Ez Attila egy emberének van egy háza, akinek kőfürdője is van a házához. Na most azt hiszem el tudjátok képzelni, hogy nem egy jurta mellé állították fel ezt a kőfürdőt. Tehát ez egy apró kis részlet. Milyen volt a háza, ha kőfürdője volt? És most még mielőtt valaki azt mondja, hogy biztos török fürdő volt. Bocsánat, itt még nincsenek törökök, és itt pontosan elmondják, hogy egy Pannóniából való ember építette ezt a fürdőt. Jó, tehát tudom, hogy jönnek az ötletek, de azért itt választ kapunk ezekre. A kényelemtől és a jó ízléstől a rómaiak elhűltek. És képzeld el Rómát, aki látta a világ kincseit, csodáit, a rómaiak, a bizánciak. Belépnek Attila. Hát nem mondanám Attila jurtájának. Belépnek Attila palotájába. És elhűlnek a gyönyörűségtől. Elhűlnek attól a fogadtatástól, amit a mai napig úgy hívunk, hogy udvari. Aki udvari magatartást tud tanúsítani, az milyen ember? Udvari as. Kinek a udvari magatartását mintázzák le a királyok a mai napig? Attiláét. Nála minden úgy működött, hogy az isteni volt, hiszen ő az Isten fia volt, az ő atya megtanította őt mindenre. Udvari magatartást gyakorolt, olyan gyönyörűség volt az udvara, olyan tökéletes volt minden, hogy a rómaiak elhűltek, amikor beléptek. Lássuk tovább, most bocsánatot kérek, ezt nem Attila propagandistája írja, hanem Attila legnagyobb ellenségének az embere írja le ezt Attiláról, akkor képzeljétek, mi volt? Akkor mi volt, ha ezt lemerte írni? Na azért jól megfizették, hogy mindennek az ellenkezőjét mondja. A kényelemtől és a jó ízléstől a rómaiak elhűltek. A barbárok földjén van kultúra? Tették föl a kérdést magukba. Hát ugye azt nem tudjuk, drága testvérem, mert most nem a barbárok földjén vagy. Oké? Tehát figyeljetek a szavakra, tehát elmond néhány szép, megtudunk konkrétumokat. És mi jár a fejükbe? A barbárok földjén van kultúra. Hát ahhoz el kell menni a barbárokhoz, és meg kell nézni, mert most éppen a szkíták utódainál, a hunoknál vagy. De szívesen sugdostam volna ott a fülébe, ha ott lehettem volna. Az udvarban helénül is beszéltek. Gótul, latinul, görögül nem nagyon. Attila beszélt majául, arámiul, hispánul, frankul, szászul, trákul, latinul. Élete végén egy kicsit tud gótul és görögül is. Amikor átjött Dél-Amerikából,
már 6 nyelven beszélt. Ki tanította meg? Képzeljétek el ezt a géniuszt. Tudjátok, mondhatná az ember, hogy az Attila ez egy misztikus ember. Igen. Attila egy misztikus ember. És mi különbözteti meg a misztikus embert, ugye, az átlag embertől? Elmondjam nektek, hogy mi? Hogy két lábbal a földön jár. Míg az átlag ember mindig mit csinál? Hol elkalandozik a jövőbe, hol a múltba, hol elképzeleg a jövőbe, hol siránkozik a múlton, csak hol nincs? Itt a jelenbe. És mit csinál egy misztikus? Itt van. És tud. És honnan tud? Onnan, hogy tanult. Nagyon sokat tanult, és folyamatosan tanul. Míg Európában van, még 3 nyelvet megtanul Attila. Közben 12 koronás király hódol neki. Közben a világ ura. Értitek, milyen egy misztikus ember? Itt van a földön. És nem képzeleg azon, hogy na majd lesz egy feleségem, aki tud 2 nyelven. Nem, ő megtanulja. Mit gondoltok, tudott lovagolni? Tudott íjászkodni? Mit gondoltok, tudott vívni? Mit gondoltok, úgy 24. volt a sorba, vagy első? Ebbe is? Igen. Mert tudjátok, egy ilyen vezető, ez választott. Ki választotta? Az Isten. És vannak olyan vezetők, akik meg kijelölik önmagukat. Ezek az önjelöltek. Megérkezik a repülő Ferihegyre, kigördítik a piros szőnyeget, és mondjuk valakinek a zsebéből kiesik egy rajszög. Bele fog lépni? Abba az egy rajszögbe? Biztos, hogy bele fog lépni. És megkérdezi, hogy ezt ki tette ide? Na hát ilyen a jelölt és az önjelölt között. Amikor a történelmet vizsgáljuk és megvizsgálunk egyéniségeket. Most itt nem a személyiségekről beszélek, mert azok vannak. A személyiség az színes. Mindig olyan színt vesz föl, ami éppen a legkedvezőbb. Attila egyéniség volt. Egy éniség volt. És misztikus. Attila karavetjének legtávolibb pontján ült a legidősebb fia. Na most leírja Priszkosz, hogy Attilának az első emberét hogy hívták? Onégiszosz. Miért nem írja le, hogy Attilának hogy hívták a legnagyobb fiát? A legkisebbet is leírják. Hogy hívták a legkisebbet? A legnagyobbnak miért nem írják le a nevét? Azért, mert valami nagyon nagy huncutságot akarnak elhallgatni. Attilának a legnagyobb fiát úgy hívják, hogy Merové. Miután Attila meghal, azt mondják róla, összevesznek a fiai, fölbumlik a hun birodalom, és vége van a hun birodalomnak. Tényleg? Hát szerették volna, de ez nem így történt. Nagyon-nagyon érdekes dolgok jönnek. Valójában, amik jönnek Attila életével és Attilát követően, ezek a dolgok mozgatják az egész világot. A világ kultúráját, a világ lelkiségét, a világ szellemiségét. És ahogy Jézus Urunk, Attila, Merové és majd a többi nagyokat megölik, meggyilkolják, elhallgattatják, mindig valami nagyon nagy baj jön a világba, mindig valami nagyon nagy betegség. Jézus Urunk nem csak a testet gyógyította, hanem a lelket is. Attila nem csak a testeket védte, nem csak a keltákat szabadította föl a rómaiak alól, hanem adott valamit az embereknek. Békét, nyugalmat, békességet, szeretetet, egészséget. Ő a világot gyógyította. Ugyanúgy, mint Jézus Urunk is, a világot gyógyította. Nem egy egyszerű kis sámán volt, vagy orvos, vagy felcser. Nem csak a betegségeket oldotta meg, a világ bajait oldotta meg.
Jegyezzük meg ezt a nevet, Attila legnagyobb fiát úgy hívták Merové, volt egy középső fia, aki 6 évesen meghalt, és volt egy kisfia, Csaba, aki majd Attila halála után visszamegy Dél-Amerikába. Pontosan tudja a hagyomány, hogy Csaba visszamegy az édesapja őshazájába, és várják vissza Csabát. Attila balján egy Berik nevű gót tanácsadó ül. Utána diplomaták követték. Attilának megvoltak a tanácsadói, megvoltak a diplomatái. Egyébként, amikor a bizánci császár udvarából nem diplomatával küldik az ajándékot, azaz az adót, Attila elzavarja őket. Rangjába hozzá illő diplomatát kér a bizánci császártól, és nem egy 26. senkit. Attilának megvannak a diplomatái, ugyanis Attila tudja, hogy hogy kell viselkedni. Attila egy úri ember. Udvarias, úri ember, aki tud viselkedni. Hát ahogy lefesti Priscosz Attila jellemét, ez nem összeegyeztethető a fejedelem halálának körülményeinél leírtakkal. Priscosz írja, hogy Attila, amikor megérkeznek ugye a diplomaták, egy pohár köszöntőt mond, elsőként köszönti a legelső emberét. Ez az első dolog. A vendég föláll, és amíg Attila beszél, addig nem ülhet le. Miután köszöntötte az első emberét, minden vendég, aki az udvarban van, köszöntésben részesül. Mindenkit külön köszöntenek. Ezután behozzák az ételeket a terem közepére, és mindenki odajárulhat az ételhez, és vehet belőle magának. Húsok, kenyerek, fogások érkeznek. Minden fogás előtt, új fogás előtt, ugye mivel köszöntötték az első embert és a vendégeket, étkezésnél, minden fogásnál a vendégek köszöntik a királyt. Ez egy úri, udvarias magatartás. Az ételeket ezüst tálakon szolgálták fel. A hun méltóságok arany serlekből ittak. Na most itt jön a huncutság. Tehát azt mondja az ember, hogy azért ez a Priscosz, ez hát akármilyen propagandista is, akármennyire is az ellenség. Hát látjuk, hogy Attilának milyen volt az udvara. És amikor már az ember úgy kezdi beengedni szívébe, hogy már úgy megszerettük ezt a Priscoszt, majdnem. Vigyázzatok a görögökkel, még ha ajándékot visznek akkor is. Tehát már úgy az ember éppen beengedi a szívébe, és ekkor azt mondja, valamennyi hun méltóság ugye arany kupából, arany serlekből iszik, kivéve Attilát, aki, és idáig igaz a mondat, hogy kivéve Attilát, aki. Csak itt van két szó, ami, képzeljétek el egy hatalmas termet, középen ételek, hun nagyorak, arany serlekből iszik mindenki. Ott van a vezetőjük, ott van az Isten fia. Most nem tudom, tudjátok-e, hogy az Istennek mi a féme? Hát az arany. Hát most azért elképzelheted, hogy az Isten fia nem egy ezüst kupáért fog nyúlni, vagy egy nem is tudom milyen csészért. Hát az Isten fia eleve nem nyúlhat máshoz. Hát a kardja milyen ezüstözött, bronzozott, vagy... Tehát az Isten fiának illik aranytárgyakhoz nyúlni, aranytárgyakat megfogni, arannyal érintkezni, mert jelképesen is illik. És akkor azt mondja Priscosz, hogy mindenki arany serlekből iszik, kivéve Attilát, az embernek fölcsillanna, na és akkor Attila mit fog megfogni? Kivéve Attilát, aki előtt fakupa áll.
akkor az ember így megkérdezi, hogy jól vagy? Megszédültél? Vagy mi történt itt most piszkosszal? Nem tudom, ki az közületek, aki ilyet el tud képzelni, hogy van egy gyönyörű udvar, hatalmas udvar, képzétek el, minden vendégnek külön pohárnoka, külön olyan ember, aki a helyére kíséri, fölszolgálók hada, fogások sokasága, csillog, villog minden, pompába tündöklik az egész kastély, és akkor Attila megfog egy fapoharat. Hát ez egy olyan hangulat romboló valami lenne, csak úgy gondolj bele. És akkor te megfogod az aranyserleget, és azt mondod, hogy hú, a mi vezetőnk, ez igen, ezután megyünk, ez fakupából iszik. Hát akkor te miért nem fogsz meg másnap egy fakupát, ha ilyen a vezetőd? Nem tudom, értitek, amit mondok? Tehát ilyen nincs, ez egy vicc. Minden úr aranykupát fog meg, kivéve Attilát, mert Attila mit tart a kezébe? Hát magát, a Szent Grált. Így van. Magát, a Szent Grált. Kié volt ez a Szent Grál? Hát Istennek egy előző fiájé. Hogy hívták? És amikor Jézus urunkat meggyilkolják, kihez kerül ez a Szent Grál? Mária Magdalához. És Mária Magdala családi leszármazottain keresztül hatod iziglen kinek a kezébe kerül? Hát Attila feleségének, Ildikónak a birtokában van. Hát ő Mária Magdala leszármazottja. Attila feleségül veszi Mária Magdala hatodik leszármazottját, Ildikót. Ildikó mit ad neki nász ajándékba? A Szent Grált. És itt van a huncutság, amit Priszkosz ír. Kivéve Attilát, aki tényleg nem egy egyszerű aranykupát fog, hanem magát a grált. Hová kerül majd ez a grál? Attila meggyilkolását követően hol bukkan fönn megint ez a grál? Kinél? Ki az a király? Artúr király. Artúr király kinek az udvartartását mintázza le? Attiláét. Írja Priszkosz, Attila alig evett, hétköznapi ruhában volt, mint a tisztjei. Na most itt megint álljunk meg egy pillanatra. Figyeljetek, alig evett, meg kell jegyezni. Mit gondoltok egy ilyen evős, ivós, dőzsölős? Hát aranyszájú Szent János mire inti a bizánciakat? Ne egyetek, igyatok, gőzölögjetek. Hát megsűrűsödik a véretek, hát ebbe fogtok elpusztulni, hogy gutaütést kaptok. Fölolvastam a múltkor nektek. Nagyon érdekes, mit ír Priszkosz? Attila alig evett. Csak csipegett. Finnyás tisztaságával rít ki a környezetéből. Hétköznapi ruhában volt, mint a tisztjei. Gyerekek, most képzeljetek el egy fogadást. Ott vannak a bizánci, a római, a gót nagykövetek. Gyönyörű kerevet, fotelek, székek, aranykorsók. Azt mondja, Attila hétköznapi ruhát visel, mint a tisztjei. És milyen ez a hétköznapi ruha? Pillanat, milyen ez a hétköznapi? Hogy hívják ezt a ruhát a mai napig? Attila. Mert Attila hétköznap is milyen ruhába járt? Attilába. És milyen volt ez a ruha? Finnyás tisztaságú volt. Ez a hétköznapi ruha is olyan tiszta volt, hogy ránézett Piszkosz, és azt mondja, hogy finnyásan tiszta volt. A ruhadarabjait a felesége kihímezte, az állógallérját, sújtásos ruhába járt. Megtaláltak honfoglalás és honfoglaláskor előtti leleteket, honfoglalás nem volt, csak így ismerik az emberek, hiszen itt mindig magyarok éltek a Kárpát-medencébe, Árpád vezér csak hazahozott több mint 8000 embert Ázsiából, akit nem tudott védeni, de ezt az időszakot és időszakot megelőző sír leletekben fehér nemüket találnak, amelyek ki vannak himezve, ingeket, amelyek ki vannak himezve.
gyönyörűség volt, Attilában jártak. Mit gondoltak a huszárok a ruháit? Honnan örökölték? Attilától. Aki fölvesz egy sújtásos ruhát, egy viseletet, az a viselet, tudod, mit igényel? Viselkedést igényel. És Attila udvarába ez a viselet egy viselkedést is adott az embereknek. És milyenek voltak? Finnyásan tiszták. Csak amikor láttok majd filmeket állatbőrbe bújtatott Attiláról, egyebekről, torzomborz, lovas, nem is tudom kikről, akkor jusson eszetekbe, hogy hogy néztek ki. A hétköznapi viseletük külön volt, mint másnak az ünnepi. És most jön a kulcsmondat. Attila olyan volt, mint a józanság és az önfegyelem szobra. Attila olyan volt, mint a józanság és az önfegyelem szobra. Csak csipegetett, üdvözölte a vendégeit, mindenkit szemmel tartott, mindenkihez volt egy szava, mindenkit hellyel, étellel kínált, vendégházzal, és az önfegyelem megtestesítője volt. Képzeljétek el, ha most olyan írást tartanék a kezembe, amit Attilának egy írnoka írt volna le. Mit tudnánk meg abból? Az ellenségtől tudjuk meg ezeket a kis apró dolgokat, amire nagyon oda kell ügyelni. Ha Attila ilyen volt, majd összehasonlítjuk ezt, amit írnak a halála körülményeiről. Megint összevetjük a két dolgot. Mit írnak róla, meg milyen volt? Aki ott ült mellette, hogy számolt be róla? Mert azt hiszem érzitek, hogy még csak véletlenül sem hasonlít ez az Attila kép arra a mohó, evő, ivó, telhetetlen valakire, aki részegen elnyúlik az ágyán, és vértorulása lesz, és a torkán az alvat vértől megfullad. Köze nincs ehhez a képhez, amit majd a halálánál fogunk látni. Olyan történelmi összefüggésekre fogtok rájönni, ami egyszerűen kinyitja a történelmet. Egyszerűen az ember megszereti a történelmet, mert logikus és érthető. Csak kihagytak részeket, kihagytak neveket, kihagytak összefüggéseket. És nem érted, mert érthetetlen. A történelmet nem azért nem értik az emberek, mert nem akarják megérteni. Úgy beszélnek róla, hogy megértse valaki. Na most, ha a történelemben találunk egy folyamatosságot, egy észszerűséget, egy logikát, egy oki sorozatot, akkor mindenki előtt teljesen tisztává válik a történelem. Most csak annyit szeretnék, hogy lássatok, sehol a magyar történelemben nem írnak arról, hogy Attila Spanyolországba járt. Spanyolországba viszont írnak róla, hogy ott járt. Ott is járt. De azt, hogy járt Orleánsba, Párizsba, Trojvárosába, Toulouse-ba, ez nyílt titok, ezt mindenki tudja. Attila, hogy elindul Róma felé, kinyílnak a kapuk. Megnyílik Vicenza kapuja, Verona, Brescia. Nyitott kapukkal várják Attilát, és vonul Róma felé. Rómának nincsenek vétfalai. Rómának hát zsoldosai vannak, de ezek a zsoldosok meg éppen szerte Eurázsiába vannak, ugyanis próbálnak leszámolni a más világnézetű emberekkel. Rómának nincsen védelme. És kérdezhetné az ember, hogy hol van a római hadvezér, akit Aetiusnak neveznek, hol van, aki a kataluni csatából a seregeivel visszavonult Rómába. Hát, ha visszavonult Rómába, ott kellene neki lenni. De nincs sehol Aetius. Nincs. És Attila vonul Róma felé, és egy kar nem csörren, minden kapu megnyílik előtte. A rómaiak az ariánusokkal és a
monofizitákkal vannak harcban, azokkal a vallási nézetet valló emberekkel, akik nem a római hitet vallják. Ugye még az előbb úgy tudtuk, hogy a kataluni csatában a vizigótok is a szövetségesei Rómának. Hol vannak a vizigótok? Hol vannak a szövetségesek? Hol vannak a frankok? Hol vannak a burgondok? Hát még egy fél évvel ezelőtt együtt harcoltak. Hát nem harcoltak soha együtt, csak az emberbe fölmerül a kérdés. Mi az, hogy most ők győznek, és jön a vesztes, és minden kapu megnyílik előtte. Tehát értitek, amit mondok? Tehát jön a vesztes, a győztes felé. És sehol nincs a győztesnek a serege. Hát 452-t írunk, Attila beszél Leó pápával, a római pápával, hogy hogyan temetik el Alarikot 410-be, a vizigótok királyát, figyeljetek. Gyázva öltözött övéi eltemetik őt a Buszentó folyó ágyába, a vizet elterelték, mellé temették kincseit, azután visszaeresztették a folyóvizét, végül pedig leöldösték a temetés előkészületében szorgoskodó összes szolgát, nehogy kifecseghessék a sír helyét. Nem tudom, ismerőse a történet. Kiről hallottatok már ilyet? Attiláról? De hát Attila 453-ba hal meg. Ez 410-ben történik. Hát ez az egyik típus története a bizánci udvar propagandistáinak. Tudnék még három ilyen történetet mondani nektek. Most csak Alarikot mondtam el. És amikor meghal Attila, hopp, előveszik a történetet, kicserélik a nevet, és már meg is van a gyönyörű történet, ami nagyon tetszik az embereknek. Na de mi köze van a valósághoz? Az égvilágon semmi. Hanem is ezt Alarikról írják, azért hoztam föl. Most nem Attiláról beszéltünk, Alarikról. Na most Alarik ugye, mivel kifosztja 410-ben Rómát, figyelmeztetik Attilát, figyeljetek, ez a megint a római észjárás, figyelmeztették Attilát. Attila, nehogy kifoszd Rómát, mert úgy fogsz járni, mint Alarik, meghalsz, és majd téged is a folyó medrébe temetnek. Tehát jön Attila Róma felé. Küldenek egy követet. Attila, ki ne foszd Rómát, mert meg fogsz halni. Annyira szeretik Attilát, hogy aggódnak az életéért. Tehát édes a történet, csak Attila csak oda megy. Jordanes a következőt írja. Leó, pápát így hívják, Leó bevégeztette a mondandóját, de Attila csak áltott némán, a főpap tiszteletre méltó alakjára függesztve szemét, mintha mélyen elgondolkodott volna, és ime, hirtelen Péter és Pál apostol vált láthatóvá. Püspöki ornátusba. Leó két oldalán, az egyik jobb felől, a másik bal felől, kivont kardjuk fejük fölé emelkedve fenyegették Attilát halállal, ha nem engedelmeskedik a Szent Atya parancsának. Így csillapodott a fejedelem őrjöngő dühe, mellyel annyiszor pusztította a világot. Leó közbenjárására nyomban megígérte, hogy tartós békét fog kötni, és azzal visszavonult a Duna mögé. Az igen. Ez a teljes hiteles leírás, amit Jordanes írt, a nagy római birodalom propagandistája. Vizsgáljuk meg az esetet. Jön Attila, küldenek egy küldöttet. Vigyázz, nehogy bántsd Rómát, nehogy úgy járj, mint Alarik. Hát már Attila, azt eljöttem ideig, hát már csak kezet fogok a pápával, bemegy Rómába, és a pápa elmondja neki, hogy jobb lesz, ha visszafordul.
Tehát nincs egy katonája se Rómának. Tehát senki, sehol senki, kijön Leó pápa, és mondja, jobb lesz, ha visszafordulsz. De hogy biztos legyen a dolog, az égen megjelenik még Péter és Pál is, püspöki ornátusban, és karddal fenyegetik Attilát, hogy na gyorsan elmenni innen, gyorsan Rómát tessék békén hagyni. Áll a pápa, feje fölött Péter és Pál. Ha megfigyelitek a képet, egy valaki tekint az égre, és még mögötte van talán egy valaki, aki szintén oda néz, talán, de egész bizonyossággal egy valaki, az kicsoda? Attila. Ha léteznek szellemek, azért a festő itt üzen valamit. Ki az egyetlen, aki látja a szellemeket? És a pápa? Bocsánatot kérek, tehát az egyház hivatalos állásfoglalása szerint szellemek nincsenek. Nem is hivatalból se láthatja. Ha meglátná, akkor úgy nézne, mint az indián. Tehát ő nem láthatja a szellemet, de azért itt a festő valamit sugal. Hogy valaki láthatja a szellemeket, láthatja. Azért ezt még Jordanes is tudja, hogy Attila fölnéz az égre, hiszen valószínű, hogy Priscosztó tudja, hogy látta többször, hogy Attila szellemi üzeneteket hozott le. És most akármit is mondunk, ez a kép, ez bizonyítja, hogy Attila képes volt a szellemvilágot látni. Na most, hogy ott tényleg megjelente Péter és Pál, ezt majd erről még most fogunk beszélgetni egy kicsit, de azért is azt hiszem, így pontosan látjátok, hogy ez nem ilyen egyszerű dolog lehetett. Tehát ez nem ennyi, hogy elmegyek Rómáig, fölnézek az égre, megjelenik Péter, Pál, és elmegyek, és azt mondom Leónak, hogy jaj, de jó, hogy szóltál, hogy ki ne fosszam Rómát, most úgy járnánk, mint Alarik. Egy viszont bizonyos. Rómát több mint 43 esetben hivatalos feljegyzések vannak. Feldúlták, leégették, kifosztották. Egyetlen királyról tudunk, nagy királyról, aki nem tett kárt Rómába. Nem forgatta föl, nem pusztított el, nem égette föl. Ki ez a nagy király? Attila. Én úgy viccesen meg szoktam jegyezni, hogy ha másért nem, ezért járna neki a szentség. Hogy az örök várost egyszer valaki békén hagyta. Ő volt az egyetlen, előtte is, utána is mindenki kifosztotta, felégette, feldúlta. Attila nem. Azért Attila kért néhány dolgot a római pápától. Hát egyről tudtok. Szent Jakabnak a csontjai, miután csodák történnek Santiago de Compostellába, hová kerülnek? Róma kiássa ezeket a csontokat és elviszi Rómába. Attila elkéri Szent Jakab csontjait, elhozza Pannoniába, Magyarországra, és kiviszi majd vissza Santiago de Compostellába. 820-ba Gyula vezér. És 840-től már leírják a Santiago de Compostellai feljegyzések is, hogy újra csodák történnek sok száz éves hallgatás után. Azért vittelek el benneteket Santiago-ba, azért mondtam el ott a történelmi eseményeket, azért mutattam meg az írásos nyomokat, hogy lássátok. De hogy kerültek oda vissza a csontok? Gyula vezér vitte vissza. Ő építette újjá Monserratot, ő építette újjá Santiago de Compostellát, ő vitte vissza a csontokat, és ő jelölte meg az akkori fejedelmeknek, Oviedón is, azt az isteni kaput, ami azóta is a mennyegzőknek a színhelye, és Oviedóba jegyezte el II. András is Jolánta nevű mennyasszonyát. Gyula vezér pedig szintén ott kérte meg a mennyasszonya kezét. Attila elkéri a római pápától Szent Jakab csontjait. Egyszer. Másodszor. Szeretné a római pápától megkapni Jézus Urunk koronáját,
ami nem más, mint a magyar Szent Korona. De pontosan tudja, hiszen a szellemek megsúgják neki, hogy egy másolatot fognak neki mutatni, ezért kérjen csak annyit, hogy hagyj nézze meg. A római pápa megmutatja Attilának a Szent Koronát, majd Attila úgy gondolja, majd visszajön érte, csak egyszer hagyd lássa az eredetit. Láthatja. Bemegy az ötvös művészével, háromszor egy óra időre láthatja a koronát, és készítenek róla egy másolatot, amit majd később Attila hord is. Jézus Urunk mennyei Szent Koronájának a másolatát elkészítik, mert Jézus a koronáját 20 évesen kapta, angyalok hozták. Ez az világ egyetlen angyali Szent Koronája, szakrális koronája. Ennek készít egy másolatát Attila. Köt egy egyességet a pápával, ha meghal, saját teteme Jézus Urunk Szent Koronája mellett nyugodhat Rómába. És azt mondja a pápa, rendben van. Megkötik az egyességet, és van még egy kérése Attilának. Nem is akármi. A harmadik kérése a következő. Az ő családjából válasszanak pápát. És mit mond erre a pápa? Rendben van. A pápa jelöltet tudjátok, hogy hívják? Sulpicius. Attila tisztességgel kivonul Rómából. Megegyeznek. Róma bukását 476-ra teszik. De miután Attilát megölik 453-ba, 455-ben elárasztják Rómát a germánok. Mondhatnánk azt, hogy 455-től Rómának vége van. Mégis a történelemben úgy 476-ot írnak, hogy fel ne tűnjön valakinek, hogy ahogy Attila megjelent Rómába, utána a római birodalomnak úgy vége is lett. 455-ben megjelennek a germánok Róma farainál. Attila után 3 évvel megjelennek a germánok, a vezetőjük Geizerik nevű király, és ugyanaz történik, ahogy jön Geizerik, a germánok királya, kilovagol elé Leó pápa. Na most itt az ember föltehetné a kérdést, hogy mit mondott Geizeriknek? Hogyha bejössz a várba, úgy jársz, mint a vizigótok királya, meghalsz? Vagy ha nem foglalod el Rómát, úgy jársz, mint Attila, aki azért halt meg? Minden esetre jön a germánok királya, Leó pápa kilovagol, és ez nem hagyja meg a germánok vezetőjét, és földúlja Rómát. Lenne egy tiszteletteljes kérdésem. Hol volt ekkor Péter és Pál? Az integető kardjával. Vagy ha esetleg ott is volt, a germánok királya nem látja? Hát biztos lehetsz benne, ha lett volna, akkor se látta volna. Csak a sztori ugyanaz. Jön egy király, kilovagol a pápa. És nem hagyja meg se a germánt, se a vizigótot. Bemennek és szétszedik darabokra Rómát. Sőt, ki se jönnek utána. Ott maradnak. Tehát szép ez az előző történet, csak ha megnézzük, mi volt előtte, meg utána, ugyanaz a sztori, és csak látunk egy urat, egy igazi urat. Ki ez az úr? Attila. Attila. Egyetlen ember, aki nem vandál, és nem barbár. Egy igazi szkíta, egy hun. Egy igazi úr. Egyességet köt, és tartja a szavát. És ahogy Attila hazamegy, 1 éven belül meggyilkolják. És hogy kicsoda? Hát nem nehéz ezt sem kideríteni. 451-et írunk, ugye 450-451,
galliai területeken van Attila, frankoknál, spanyoloknál, Rómában van Attila. Bizánc egy kicsit föllélegzik, és nem fizet adót. 451-től nem fizet adót. Most nagyon sok adóval tartozik Attilának, beszéltünk erről az első előadáson. Cselekednie kell, mert ha nem cselekszik, Attila megint megy a 2 éves elmaradásért. Ezért a császár minden pénzét fölteszi arra, hogy Attilát öljék meg. És Attilát meg is ölik. Egy vadászaton ölik meg. Ildikó a felesége figyelmezteti, hogy ne menjen a vadászatra, de Attila nem hallgat rá, és ott lelövik. És nem a Tisza medrébe temetik, az elterelt folyóba, és nem nyilazzák le az embereket, mert ez a történet nem róla szól. Hova kerül Attilának a teteme? Rómába. Hogy kerülhet Rómába a teteme? Hát mert megvan az egyesség. Befogadják. És hova fektetik Attilának a tetemét? Jézus Urunk szent koronája mellé. Meddig van ott? 1480-as évekig, mert ekkor a szent koronát darabokra törik Rómába, erről Mátyás tudomást szerez, és érte megy, és elhozza Attila csontjait Rómába. Hát lássuk, mit írnak a germán krónikások Attila haláláról. A germán krónikások a következőt írják: Attilát a galliai kudarcai megrendítették. Na most mit írna egy germán? Hát Attilának csak kudarca lehetett. Egyetlen vesztett csatája nem volt. De hát a germánok, mivel Attila ellenségei, megint mit írnak róla? Hát valami rosszat kell írni. Ezt írják: Attila galliai kudarcai megrendítették, és ezért germán szövetségeseitől, már megint kezdik. Soha nem volt germán szövetségese. Soha nem volt. Germán szövetségeseitől feleséget kap. Megjegyzem, Attilának a gallok, a hispánok, a frankok és a burgondok mindig a legjobb barátai voltak. A rómaiak, a longobárdok, a germánok, azok a másik oldal voltak. Attila gyilkosának egy germán nőt jelölnek meg, aki leszúrja Attilát a nászágyán. A germánok így jelölik meg. Na most ez a történet egy német eposzban is szerepel. Igen ám, csak hogyha megnézzük a történelmi tényeket, ez a Brünnhilde történet, ez Attila halálát megelőzően 16 évvel történik a németek életébe. Kicserélnek neveket, behelyettesítik Attilát és Brünnhildét, és az ember szinte elhinné, hogy tényleg ez Attiláról szól. De ez ugyanúgy nem Attiláról szól, mint a folyóba történő temetkezési jelenet. Csak nevek vannak kicserélve. 16 év nem passzol. Priscosi történet és a Jordanesi másképp hangzik. Ott úgy írják le Attila halálát. Tudni kell, hogy amikor Attilát megölik, Priscos trétor Egyiptomba van. És Egyiptomba kereskedőktől hallja, hogy meghalt a király. Meghalt a király, akkor neki írni kell egy történetet. És akkor megírja, hogy szerinte hogy történt. És mivel ő tényleg néhány évvel előtte járt Attila udvarába, elhitték neki, hogy ő tudja. Hát de most nincs ott. Következőt írja: Attila természetes okból bekövetkezett haláláról szóló beszámoló elemeit készen találjuk aranyszájú Szent Jánosnál. Azt mondja aranyszájú Szent János: zabálás, kicsapongásért, részegeskedésért hevesen ki kell a város elitje teljes gondolkodása ellen. Aranyszájú Szent János minden zabáló, részegeskedő embert elítél, és ez készen van, hogy Priscos elővegye aranyszájú Szent János tollából. A szellemileg holt embert fölemésztik a test vágyai, mondja aranyszájú Szent János. Tehát még egyszer. A szellemileg holt embert felemésztik a testvágyai. Most Attila egy ilyen testvágyú ember, vagy szellemi ember?
egyértelműen szellemember, ez nagyon sok helyen kiderül, akkor őt fölemésztették a testvágyai? Nem emészthették föl. De milyen jó, hogy készen van ez a történet, Priszkosznak csak elő kell venni Jordanes szavait. Ez már Priszkosz. Attila halálának körülményei. Erős ember, felemésztette a részegeskedés, öntudatlanul hever az ágyán, kiterülve. Tehát az erős embert kikészítette az evés, ivás és a részegeskedés. Bocsánatot kérek, ezelőtt olvastuk, hogy Attila mértéktartóan eszik, az önfegyelem, mint a szobra. Most meg egyszer csak fölemésztette a... Pontosan lehet érezni, hogy kit vesz elő aranyszárú Szent Jánosnak a szavait, amivel korholja a bizánciakat. Eztek, isztok, részegeskedtek, nem foglalkoztok szellemi dolgokkal. Csak Priszkosz behelyettesíti Attilának a nevét. Ezek akkor rétorainak a trükkjei. Aranyos érdekes történetekben neveket cserélgetnek ki. Ilyenkor meg kell vizsgálni a kor nagy tanítóit, és aranyszájú Szent János a kor legnagyobb egyházi tanítója. A csatornákban a felhevült vér már nem fér el, kitör és kirobban. Aranyszájú Szent Jánostól még egy gondolatot hagy olvassak fel. Az igazi óriásokat, a nagy hősöket, számtalan bátor tett véghez vivővit láthatod, láncok nélkül, pusztán, részeges kábulat által gusba kötve, meg se ölték, meg se sebezték, de fekszik, mint aki sebet kapott, vagy még annál is nyomorúságosabb állapotban. Mert aki sebet kapott, legalább küzdött ellene, de ezek még csak ezt sem teszik, megadták magukat minden ellenállás nélkül. Csúfos vég, jóval több, mint a bűn szégyene magában, az igazi szégyen. A nagy hódítótól még a hősiesség erényét is megtagadják ilyenkor. Priszkosz rétor egyez egybe átveszi aranyszájú Szent János szavait. És a hőstől elveszi azt is, hogy csatába halljon meg, vagy ne adj Isten, hogy megöljék. Nem tudom, Petőfi sorait most tudná-e valaki idézni. Ágyban párnák közt halni meg, ugye? Tehát ő sem akará, hanem hogy akar meghalni? Hát vitézül. A világ legnagyobb hadvezérét, hősét, elnézést kérek, úgy meghalasztani, hogy részegségébe evéstől, ivástól vértoruljon a torkára, és értitek, mekkora megalázás? Ja, és akkor még írja Jordanes, hogy Attila természetes halállal halt meg. Nézzük, hogy Jordanes hogy írja le pontosan. A lakodalomban a szertelen nagy vigazodástól elfáradt, és a bortól és az álomtól elnehezülve hátára dőlt, elerett az orravére, ami most a megszokott úton nem tudott eltávozni, tehát visszafelé a torkába folyt, és a halálát okozta. Így hozott a csatákban híres királynak gyalázatos véget részegsége. A következő napnak már nagy része elmúlt, amikor a királyi szolgák valami gyászos eseményre gyanakodva nagy kiáltozások köz betörték az ajtót, és ott találták holtan Attilát, akivel nem gyilkos seb végzett. Tehát a németek azt írják, hogy leszúrta Ildikó nevű felesége, akit a németektől kapott. Most ha valaki megnézi egy német névnaptárt, Ildikó nevű német nő nem is létezik. Tehát németek szerint leszúrta Ildikó, Priszkosz szerint, akivel nem gyilkos seb, hanem vérfolyás végzett. Most elnézést kérek Priszkosztól és Jordanásztól. Miért kell ezt ide írni, hogy nem gyilkos seb? Miért? Valaki azt mondta, hogy gyilkos seb? Értitek? Tehát egy ilyen ideír, hogy akivel nem gyilkos seb, hát miért írja oda? Hát mert valamit el akar titkolni. Nem gyilkos seb, nem, hanem vérfolyás végzett. Mellette pedig a síró nőt betakart és lehajtott fejjel találták meg.
És mondják, hogy ugye másnap dél körül rájuk törik az ajtót. Hát bocsánatot kérek, az előbb találkoztunk Jordanásznél és Priskosznál, akik leírták, hogy van egy nagy terem, bent van egy kerevet, mögötte van a nászágy. Egyszer csak be van csukva, akkor most hogy van ez? Tehát a helyszín sem pászol. Mi az, hogy két nap múlva találják meg? Vagy hát ott van a nagy terem közepén a nászágy baldahinddal körbevéve. Akkor milyen ajtót kell itt most betörni? Megjegyzem, Szókratész, aki szintén a bizánci udvarnak a propagandistája. Következőt írja Oktár, ez Attilának a nagybátyja. Oktár halálának oka a mérhetetlen zabálás volt. Na megint kezdik. Vagy folytatják, vagy én nem is tudom. Tehát Oktárnál ugyanaz. Holofernész asszír hadvezéről a következőt írják. Részek kábulatában lelte halálát. Vele ott volt akkor egy asszony, Judit, az Ószövetség zsidó hősnője. Na hát ez is így halt meg, ez a szerencsétlen. Tehát gyűjtögethetsz most, persze az ember egy kicsit kutakodik, de hogyha most utána nézel, körülbelül 40 típus történetet találsz. De hogy ebből semmi nem igaz, de valami igaz a név, hogy Attila, meg Brünnhild, de ez igaz, csak hát időbe, térbe, meg egyébként sem pászol semmi-semmivel. Még egy történetet, csak hogy megértsük egy kicsikét a germán változatot. Longobárd legendárium. Alboin király és a felesége, Rosamunda, tragikus története. Paulus Diakonus 8. században azt írja, hogy Alboin megölte felesége apját, egy gepida vezért, koponyájából ivóserleget készített, mire asszonya megmérgezte az urát. Hát ez szinte egy az egybe ugyanaz a történet, amit a germánok próbálnak Attilára ráhúzni. Szinte egy az egy, csak itt nem méreg, hanem tör. Hát ez egy picike változtatás. Aranyszájú Szent Jánosról csak annyit, hogy 407-ben hal meg, és halál előtt néhány évvel a bizánci császár kiátkozza az udvarból, mert a császárné nagyon léha életét észrevételezi Aranyszájú Szent János. Meghal, eltemetik, majd mennek, hogy a koporsóját csak behozzák Bizáncba, mert megbocsájtottak neki, mert hát nagy volt a bűn, elmondta, hogy mi az igazság. És nem bírták a koporsót felemelni mindaddig, amíg ki nem hirdették az egész udvarba, hogy megbocsájtottak Aranyszájú Szent Jánosnak. Ekkor felemelik a koporsót, és beviszik a bizánci udvarba. Aranyszájú Szent János koporsóját leveszik a koporsófedelet, és Aranyszájú Szent János teteme olyan, mintha tegnap lett volna eltemetve. Most csak egy példát itt megint hagy mondjak, emlékeztek Szent István legendájára? Megpróbálják Szent István koporsó fedelét levenni, és nem bírják. Jönnek 8-an, 10-en, 20-an, és nem bírják. Meddig? Amíg el nem engedik Salamont. Elengedik Salamont, és két ember leveszi István koporsó fedelét. Hasonló a történet? És igaz mind a kettő? Aranyszájú Szent János később majd sok embernek a tudomására úgy jut, mint Alamizsnás Szent János. Ne lepődjetek meg, ha esetleg a nevek után keresgettek, és időben találtok néhány évtized eltolódást, elcsúszást, mert ez az akkori feljegyzéseknek szinte előírása volt, hogy csúsztassanak. Aranyszájú Szent János és Alamizsnás Szent János ugyan az az ember. Hol találkozunk majd vele? Mátyás király a török pasától megvásárolja a bizánci udvarban, akkor már Isztambulban lévő Alamizsnás Szent János tetemét, és hová hozza? Budára. És minden emberét Alamizsnás Szent János, azaz Aranyszájú Szent János
romlatlan teteme mellett esket meg. Miután Mátyás királyt megölik, ez a tetem Felvidékre kerül, aztán megcsonkítják, de a csontok a mai napig megtalálhatók. Ezeket az összefüggéseket, ha megérezzük, látjuk, oda megyünk, megnézzük, megtapintjuk, megfogjuk, akkor egy idő után elkezd bennünk lüktetni, életre kelni. Ezt a valóságot szeretném odaadni nektek, és azt a gyermeki egyszerűséget, ahogy ezt a dolgot kezelni kell. Mert ha nem váltok újra olyanná, mint a gyermek, nem mentek be a mennyeknek országába. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, áldásom látok!